Nagyon szépen köszönjük Semes Bogya Eszter, ének, gitár, dalok, György László, furuja, ütős hangszerek, ének. Szeretném megemlíteni itt nem jelenlévő tagjainkat is, Szórádi Rozi, koboz és ének, és Gulyás Zsolt, dobok, ütősök, basszusgitár, én pedig Budai Gábor vagyok. Dolgozunk az egységen, mi felajánlásból szoktunk elmenni a legtöbb ilyen nemzeti rendezvényre. Mi ezt adjuk hozzá a közöshöz, úgyhogy fel tudjuk venni a kapcsolatot, hogyha valaki még nem ismerne minket az arckönyvön, a Facebookon, Egységzenekar kedvelőinek klubja. Ide lehet csatlakozni, itt föl szoktuk rakni az eseményeket, meg ahol részt veszünk a rendezvényeket, illetve van egy olyan villanyposta e-mail cím, hogy Egységzenekar, fontos, hogy egy-g-vel írjuk, hogy Egységzenekar, mert különben máshová érkezik meg az e-mail, egységzenekar@gmail.com. És nagyon szépen köszönjük a szervezőknek a meghívást, nagyon sok sikert kívánunk a mai naphoz, hogy elérje a valódi célját. Nekünk robogni kell tovább majd Békésbe, úgyhogy még egy dalt hoztunk nektek. Savanya István versére írt Eszter egy gyönyörű dallamot, amely a természethez visszatérő és a természettel összhangban élő ember gondolatait jeleníti meg. Tudjuk, hogy vannak olyan népek a földkerekségen, akik tisztelik földanyánkat, együtt élnek vele. Ezeknek a népeknek sajnos úgy néz ki, hogy eddig el kellett tűnniük a történelem színpadára, gondolok az indiánokra, a keltákra. Mi hunokszkíták pedig nem fogjuk hagyni, hogy ugyanez történjen velünk. Tehát következzék egy dal a fák csendjéről. Fák csendje hápol, vízfényen fürdett, mazsamom egy zápor, békességet ütett. Nagyon szépen köszönjük, az Egységzenekart láthattátok, hallhattátok, és az Egységzenekar 3/5-ét, úgyhogy köszönjük szépen, Isten áldjon benneteket, áldás minden napotokra és a maira is. Köszönjük!